folytassuk a boldog munkáltatókkal, hogy hogyan lehet boldog munkahelyet kialakítani. Erről fog nekünk mesélni Radnai Tóth Judit, a Talent Brandnek az alapítója. Szervusz Judit, itt vagy velünk? Sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt vagyok. És igen, arról fogok ma beszélni, hogy hogyan is adhatjuk el magunkat a munkaerőpiacon. Mi is az a titkos összetevő, ami segít nekünk abban, hogy olyan munkáltatók legyünk, ahol az emberek szeretnének dolgozni. Úgyhogy el is kezdeném az előadást. Köszönöm szépen. Szóval üdvözlök mindenkit, Radnai hogy itt vagyok, a Talent brand munkáltatói márkaépítéssel, munkavállaló élménytervezéssel foglalkozom. És a mai napon hoztam nektek egy-két trendet arra vonatkozóan, hogy, hogy mit látok mi itt a nagy mozgolódásból, ugyanis az utóbbi. Két évben, most már lassan két éve élünk ebben a, ebben a folyamatosan változó világban. Szóval a munkáltatói márka világa is egy kicsit átalakult, és vannak nagyon erős trendek, amik reagálnak azokra a dolgozói meg munkakeresői elvárásokra, amik, amik itt újonnan megjelentek. Ugye, hogyha belegondolunk abba, hogy hogyan változtak a munkavállalói elvárások az utóbbi években, akkor már a, nem tudom, öt évvel ezelőtti konferencián is el kellett, hogy mondjuk, hogy bizony az emberek ma már mást várnak el a, egy munkahelytől, mint, mint korábban, és az a helyzet, hogy hogy a pandémia erre, erre még csak rá, sokkal jobban ráerősített. Ugye ma a fogyasztók fogyasztóként is, meg munkavállalóként is különleges személyre szabott élményeket keresünk, hogyha mondjuk, hogy itt az előző előadáshoz kapcsolódva boldogságot, egy boldog, olyan munkahelyet, ahol boldogok lehetünk, és az a helyzet, hogy a pandémia hatására meg aztán még fontosabb az, még fontosabb vált az álláskeresőknek az, hogy egy adott vállalat mit tesz azért, hogy ez a munkahelyi élmény ez jó legyen, mit tesz az ő egészségükért, akár mentális egészségükért. És nagyon fontos, hogyha egy cég ma meg akarja tartani a, a piaci helyzetét, ha meg akarja tartani az ügyfeleit, akkor legalább akkor energiát kell szállni a munkavállalói megtervezésére, vagy a dolgozóinak az egészségének a, az ápolására, vagy a kiegésének az elkerülésére, mint amennyit egyébként az ügyfeleire fordít. És ennek természetesen tükröződnie kell a munkáltatói márkában is. Úgyhogy, ha röviden akarnék válaszolni a címben feltett kérdésre, hogy hogyan, hogyan, is add el magad a munkaerőpiacon, a válasz az az, hogy egy erős munkáltatói márkával, ami nagyon jól megmutatja azt, hogy jó élmény nálunk dolgozni, hogy a mi munkahelyünkön odafigyelünk a, a dolgozóknak az egészségére, rugalmasak vagyunk, és megfelelünk azoknak az elvárásoknak, amik egyébként a munkahelyekkel kapcsolatosak. Um, Mielőtt tovább mennék, csak egy, elhoztam nektek ezt a szlájdot, amit nagyon szeretek, mert arról szól, hogy milyen is egy jó munkáltatói márka, miről is szól ez az egész. És ezt nagyon fontosnak tartom mindig elmondani, hogy a, a, egy, egy, jó, erős munkáltatói brand az elsősorban hiteles a valós munkavállalói élményen, a, a cégkultúráján alapszik, hiszen akkor fogunk tudni erős márkát építeni, hogy a, ha az, amit mi mondunk magunkról az embereknek, az, az valós. És hogyha valaki csatlakozik újbelépő kollégaként a szervezethez, akkor bizony az, amit ő megtapasztal, az, az, párhuzamban van azzal, amit egyébként a munkáltatói márka kommunikációban hallott rólunk. Tehát amit mi ígértünk neki, amíg ő még jelölt volt, azt tudjuk biztosítani számára, amikor, amikor csatlakozik hozzánk munkavállalóként. Nagyon fontos, hogy ez a márka természetesen vonzó legyen, és az is nagyon-nagyon fontos, hogy képesek legyünk megkülönböztetni magunkat a munkaerőpiaci versenytársainktól, hiszen hogyha ugyanazt kommunikáljuk magunkról, mint az összes többi cég, akkor nem fogunk tudni kitűnni közülük, akkor csak zajt generálunk. Szóval fontos, hogy megtaláljuk azt az, azt az egy dolgot, ami, ami csak ránk jellemző, csak ami mi munkahelyünkre jellemző, és erre építsük fel a munkáltatói márkánkat. És természetesen összehangoltnak is kell lennie egy jó brandnek, egy jó munkáltatói brendnek, méghozzá az üzleti stratégiával, meg a humán stratégiával is, mert hogy a munkáltatói márka építésnek az elsődleges feladata az az, hogy segítsen megtalálni, bevonzani, elkötelezetten és motiváltan tartani azokat a szakembereket, akikre szükségünk van azért, hogy a vállalat elérje az üzleti céljait. Um, és hát, hogy hogyan legyünk hitelesek, vonzóak, és hogyan legyünk, hogyan különböztessük meg magunkat a piacon, amikor ennyire folyamatosan változik minden körülöttünk, hát ez bizony nagyon nehéz, mert hogy az utóbbi két évben teljesen felfordult a munkaerőpiaci környezet, meg ugye alapvetően az egész életünk, és hirtelen egy olyan, olyan világban találtuk magunkat, ahol minden változik, és ez a sok-sok változás, ez egy folyamatos stressz helyzetet tart fent bennünk. Folyamatosan, ami ugye szorongáshoz vezethet, frusztrációhoz vezethet, és kiégéshez vezethet. Ezzel kezdeni el valamit a munkahelyeknek, és ugye azt látjuk, hogy a, hogy a munkavállalóknak az elvárásai teljesen megváltoztak. Hogyha megnézitek akár a PVC, akár a Ransztat vonatkozó kutatásait, akár az idei kutatásokat, akkor azt láthatjátok, hogy ma már sokkal fontosabb az, hogy egy munkahely biztonságos legyen, vagy egy munkahely törődjön a dolgozóknak a jólétével, mint az, hogy milyen karrier lehetőségek vannak annál az adott cégnél. Szóval változtak a munkavállalói elvárások, és ugyanakkor egy rettentően kiszámíthatatlan környezetben vagyunk, ahol próbálkozunk a hibrid munkavégzéssel, ami meg egy extrém rugalmasságot ö, vár el, nem csak a szervezetektől, nem csak a cégektől, hanem a dolgozóktól is, hiszen ö, múlt héten még vissza akartunk térni a, a heti három napba az irodába, ma pedig már azt látjuk, hogy, oké, okay, mégsem, mert hogy, mert hogy olyanok a járványadatok. Szóval nem tudjuk, hogy hogy mi lesz a holnap, és be kell látnunk, és szerintem most már mindenkinek egyértelművé vált, hogy nem lesz az, nem fogunk visszatérni oda, ahol voltunk, és az új normálisban kell tudnunk hatékonyan bevonzani, megtartani, motiváltan tartani az embereket és bizony a munkáltatói márkánkra is rá kell nézni, erre az employee value proposition is rá kell nézni, hogy mi az az érték, amit mi ígérünk a dolgozóknak, amikor csatlakoznak hozzánk, hogy ez megfelele a valóságnak, és ez még tényleg olyan vonzó-e számukra, mint amilyen akkor volt, amikor mondjuk egy-két évvel ezelőtt megalkottuk. Ugye ebben a new normában az már jól látható, hogy... Hogy a, hogy a dolgozói elvárások között nagyon magas helyen szerepel a biztonság, a rugalmasság, a work-life balance, és az, hogy lehessen távmunkában is dolgozni. Bár ezek a, egyébként már korábban is megjelentek a dolgozói elvárások között, azért a pandémia jelentősen erősítette erre, és tényleg most már a, a, a távmunka például alapelvárássá nőtte ki magát. Aztán, mivel a dolgozók folyamatosan érzik azért, hogy, hogy ebben a nagyon változó munkakörnyezetben a bizony az ő tudásukat, az ő kompetenciáikat is fejleszteni, fejleszteni kell azért, hogy Képesek legyenek lépést tartani a változásokkal. Ezért olyan munkáltatót keresnek alapvetően, aki hajlandó és képes befektetni az ő fejlesztésükbe, az ő tudásukba. Úgyhogy újra fontossá váltak azok, hogy mondjuk egy egy vállalat mit tud nyújtani ezen a téren, hogyan tudja fejleszteni a kollégáinak a kompetenciáit. És aztán itt az utolsó két um, ilyen elvárás, amit még ideértem, az egyik az élmény, mert hogy ugye emellett nem tudunk. Um, elsíkadni, hiszen a munkáltatói márka alapja az a jó munkahelyi élmény, egy olyan cégkultúra, ahol ahol jó élmény dolgozni, és itt van a sokszínűség, amit hát globálisan talán a Black Lives Matter movement erősített föl ennyire, de ha körülnézzünk, ma azt látjuk, hogy a nagy brandek, amikor magukról, mint munkáltatók kommunikálnak, akkor hizetetlenül prioritásként kezelik azt, hogy bemutassák azt, hogy mennyire befogadó az a cégkultúra, amivel ők rendelkeznek. Ez azért van, mert hogy, vagy azért is került ennyire középpontba, mert hogy, mert hogy folyamatos stressz helyzetben vagyunk, és ha egy vállalatnál befogadó kultúra van, akkor ott kevesebb a stressz. Azért kevesebb a stressz, mert nem kell azon stresszelni az embereknek, hogy, hogy önmaguk lehetnek-e, hogy elmondhatják-e a véleményüket, hogy felvállalhatják-e a valódi identitásukat. Tehát ez munkavállalói oldalról elvárásként gyakorlatilag iszonyatosan felerősödött az utóbbi egy-két évben. És négy trendet ígértem nektek, négy trendet hoztam nektek, ami jelentősen meghatározza a munkáltatói márkaépítést, márka a munkáltatói márka stratégiákat jelen pillanatban, és valószínűleg ez így is fog maradni a következő egy-két évben. Ez Az egyik és legerősebb, amit már itt pedzegettem, az az élmény, a másik az az értékek, hogy jelentősen erősödött ez a trend, hogy... Sokkal többet, sokkal hangosabban beszélnek a munkáltatói brendek az értékekről, és egy ilyen értékvezérelt kommunikációt láthatunk. A sokszínűség, és ugyanígy megjelenik a webing, well az, hogy mit tesz egy vállalat a, a dolgozóknak a jólétéért. Gyakorlatilag ez a négy, az elvá, ez az iménti említett elvárásokra, ez a négy trend reagál, és kicsit mélyebben is belemenve, persze figyelve az időre, hoztam egy-két szlájdot ezekről. Hogy lássátok, hogy mit is, mit is értek ezek alatt, a trendek alatt. Szóval az élmény, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy, hogy foglalkozzunk azzal, hogy milyen élmény a vállalatnál dolgozni. Ugye egy experience economy élünk, ezt talán már hallottátok, hogy fogyasztóként hajlandóak vagyunk többet fizetni valamiért, hogyha élmény jár mellé. És mivel ma márkák, rengeteg márka van körülöttünk, és ezek a márkek, a termékek, a szolgáltatások olyan gyorsan amortizálódnak, hogy sok esetben az élmény az egyetlen eszköz, ami meg tud különböztetni mondjuk egy terméket egy, egy másik terméktől. És ez ugyanígy van a munkahelyek világában is. Egy munkahelyet, egy másik munkahelytől az a munkahelyi élmény tud meg igazán megkülönböztetni. Tehát ez lehet az a megkülönböztető itt, amiről az előbb beszéltem, erről a négy attribútumról, ez megkülönböztető. Tulajdonság, hogyha van egy jó szervezeti kultúra valahol, akkor ott jó élmény dolgozni, és ott sokkal könnyebb erős munkáltatói brandet építeni, könnyebb bevonzani az embereket, és könnyebb őket megtartani, és könnyebb őket elkötelezetten tartani. Um, a hibrid munkavégzésre ugye nagyon, nagyon gyakran látom azt, hogy nagyon sok cég átállt a hibrid munkavégzésre, de nem mindenhol illesztették ehhez hozzá a klasszikus HR folyamatokat. Nagyon fontos, hogy ezeket újra kell értelmezni, újra kell tervezni, optimalizálni kell, és sajnos az a helyzet, hogy ez egy folyamatos munka, ezt folyamatosan monitorozni kell, tehát azt, hogy milyen a munkahelyi élmény. Ezt folyamatosan monitorozni és figyelni kell, és észre kell vennünk, hogy hol van szükség beavatkozásra, hol van szükség újratervezésre, vagy valamilyen egészen radikális dolognak a bevezetésére. Azért, hogy azt az élményt tudjuk nyújtani a dolgozóinknak, amit egyébként megígértünk nekik, amikor csatlakoztak hozzánk a munkáltatói márka kommunikációnkban. A második trend, ami, ami nagyon erős és nagyon erősen látszik, az az, hogy, hogy egyfajta értékvezérelt kommunikáció jellemzi most a munkáltatói márka kommunikációt. Ez pedig azért van, mert hogy a dolgozói szinten gyakorlatilag megjelent ez az elvárás, az embereknek fontos az, hogy a munka, amit végeznek, ugye ez az előző erőadásokban is elhangzott, annak értelme legyen, meg célja legyen, és olyan, uh, annak a, 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 a vállalatnak, ahol én dolgozom, annak olyan, azok kiálljon azok mellett, az értékek mellett, amely értékek egyébként szerintem is nagyon fontosak. Azt fogom keresni uh, munkakeresőként, azt a vállalatot fogom előnyben részesíteni, ami egyébként olyan értékek mellett áll ki, amik, amik az én értékeimmel egyeznek. Úgyhogy különösen fontos az, hogy, hogy, tudjanak kapcsolódni a munkavállalók, a, a, meg a jelöltek a vállalatnak az értékeihez, kommunikáljunk ezekről az értékekről, beszéljünk róla, nem, ne csak kifelé, befelé, és azt is mondjuk el, hogy mit teszünk azért, hogy ezek az értékek erősödjenek, és ezek jelenjenek meg a döntéseinkben, ne csak a kommunikációnkban, ne csak a falra tegyük őket ki, hanem tényleg határozzák meg a mindennapokat, határozzák meg a döntéseinket és akkor így fog tudni kialakulni gyakorlatilag egy ilyen értékvezérelt cégkultúra, ami aztán nagyon vonzó lesz azoknak az embereknek, akik egyébként azokat az értékeket keresik, amik nálunk megvannak. A harmadik trend, ez a sokszínű és befogadó cégkultúra, ez gyakorlatilag azt jelenti a munkáltatói márkaépítésben, hogy mennyire tudjuk elmondani azt, hogy mi, mint vállalat, mit teszünk azért, hogy, hogy sok színű legyen a cég, és hogy egy befogadó kultúra kialakuljon. Ugye mit tehetünk egyébként? Azt tehetjük érte, hogy, hogy egy olyan kultúrát alakítunk ki, ahol az emberek önmaguk lehetnek, ahol tényleg nem kell elrejteniük a, a, azt, hogy kik ők, elmondhatják a véleményüket, megszólalhatnak a meetingeken, befogadó kultúrát és befogadó folyamatokat építünk, akkor lesz valóban inkluzíva a, a munkahely, és ez nagyon fontos, hogy ezt kommunikáljuk is, tehát, hogy jelenjen meg a munkáltatói márka kommunikációban, jelenjen meg a weboldalon, a karrier oldalon, az álláshirdetésekben az, hogy számunkra ez egy fontos érték, és mi ezért teszünk, és mit teszünk azért, hogy ez, ez megvalósuljon. És annál is inkább fontos, mert van egy egy ilyen mellékhatása is annak, hogyha van az sokszínű és befogadó a kultúránk, nem elég, hogy vonzóbbak leszünk a munkaerőpiacon, de még innovatívabbak is leszünk, a dolgozók is motiváltabbak lesznek, és, és sokkal inkább elkötelezettebbek lesznek, és ugye csökken a szervezetben a stressz szintje, ami ugye nagyon fontos egy ilyen pandémiás helyzetben. És a negyedik trend, amit, amit, még hoztam nektek, az a well-being, az, hogy mit tesz egy, egy vállalat a, a dolgozóinak a, 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 kiégése ellen, mit tesz a stressz ellen. Itt is nagyon fontos feladatok vannak. Egyrészt, hogy a, juttatásokat érdemes újra gondolni, hiszen most már mást keresnek az emberek nem, nem feltétlenül kultúra utalványt, lehet, hogy sokkal másabb juttatás fontosabb számukra próbáljunk meg akár mentális egészségprogramokat programokat bevezetni, vagy egyéb munka-magánélet egyensúlyát támogató intézkedéseket bevezetni, Például ilyen lehet a törzsidő, ami, ami ugye nagyon sok helyen nagyon jól tud működni, hogy nem kell 8 órán keresztül online lenni 9-től 5-ig, hanem van egy, van egy, meghatározott, akár 4-5 órás időtartam, amikor, 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 fontos, hogy az emberek online legyenek, és egyébként azon kívül pedig mindegy, hogy mikor végzik el az, azt a következő 3 óra munkát, ami egy sokkal inkább inkluzívabb folyamat, hiszen mondjuk aki kisgyerekkel van, kényszerül otthon maradni a, akár a pandémia miatt, akkor az is e, e, tudja kézben tartani a, a magánéletét és a munkáját. Szóval nagyon fontos, hogy, hogy igenis kommunikáljuk azt, és gondoljuk újra azt, hogy mit teszünk a, a pandémia okozta stressz és kiégés ellen, és ezt is építsük be a munkáltatói márka kommunikációnkban. Szóval ez volt az a négy trend, amit, amit hoztam nektek, és azt is gondolom, hogy igazából akkor lehet a mai világban vonzó egy munkahely, hogyha, hogyha figyelmet fordít arra, hogy a dolgozóinak milyen a munkahelyi élménye, hogyha kiáll azokért az értékek mellett hangosan, amik fontosak számára, és ezzel be tudja vonzani azokat az embereket, akiknek a hasonló értékek fontosak, hogyha egy, egy sokszínű és befogadó kultúrát épít, ahol mindenki önmaga lehet, és mindenki elmondhatja a véleményét, és nem kell rejtőzködnie, és, egy, és, egy, és odafigyel a dolgozóinak a jólétére, és, és megpróbál nekik egy olyan körül, környezetet teremteni, ahol, ahol produktívabban tudnak dolgozni, mert egészségesek mentálisan is és fizikailag is. Szóval nagyjából ezek azok a trendek, amikről, amiket elhoztam nektek. Tudom, hogy az idő az kevés volt, én meg még tudnék egy csomót beszélni ezekről, de arra biztatlak titeket, hogyha kérdésetek van, akkor az bátran itt a chatben tegyétek föl, itt leszek még a mai napon a Hopin platformon, illetve nyugodtan kapcsolódjatok velem a LinkedIn-en vagy e-mailben, ott is szívesen válaszolok kérdésekre. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltam, itt lehettem én is. Köszönjük, hogy megnézted a videót! Hagyj egy kommentet, meg egy lájkot és iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Ha néznél még egy videót, itt találod a sorozat lejátszási listáját, valamint a legújabb videónk. Kövess minket Facebookon, valamint Instagramon. Minden linket megtalálsz a leírásban.